Az afgán főváros környékén található menekültáborban az úgynevezett belső menekültek tengődnek, olyan emberek, akik az ország más részeiből menekültek el az afgán erők és a tálibok közötti fegyveres harcok elől. Ám a kör bezárult, mert már az ország egészének sorsa felől a tálibok döntenek. Elveszítettük az üzleteinket, mióta a mudzsahidek kerültek kormányra. Nem törődnek a jólétünkkel. Egy hete, hogy az embereknek nincs mit enni, semmiük nincs. Még menedékük sincs, mondta egy férfi. Az ENSZ szerint éveleje óta Afganisztánban több mint 500 000 ember hagyta el otthonát a harcok miatt, és bár az evakuálás megoldás lehet, sokkal többet kell tenni azok támogatása érdekében, akik nem tudnak vagy nem akarnak elmenni. Az evakuálás többek számára segítség, megmentheti az életüket, de mi van azokkal az afgánokkal, akik nem tudnak elmenni, vagy talán nem is akarnak, mert otthon akarnak maradni. Nekik védelemre van szükségük, mondta az ENSZ menekültügyi főbiztosságának szóvivője. A támogatás az, amit az Afganisztánon belül működő szervezetek is mindennél jobban szeretnének. Az afgán Vörös Félhold Társaság elnöke szerint az afgánoknak több segítségre lesz szükségük, mint a humanitárius szervezetek eredetileg gondolták. Az igények óriásiak voltak már a politikai fordulat előtt is. Élelmiszerhiány volt, és nem csak a háború, hanem a szárazság miatt is, mondta Nilab Mobarez. Az afgánokat sokféle válság sújtotta és sújtja, éghajlatváltozás, fegyveres konfliktusok és persze a koronavírus járvány is. Aggasztó, hogy az emberek keresztül kasul mozognak az országban védekezés és megfelelő távolságtartás nélkül. Azt hiszem, a következő hullám is nagy problémát fog okozni Afganisztánban, vélte Nilab Mobarez. Oltunk, persze, de a múlt heti események után sokan már nem jöttek el a kórházakba, hogy felvegyék az első vagy a második dózist. Mindez felszólalásra késztet bennünket, hogy felszólítsuk a nemzetközi közösséget arra, hogy segítsenek ezeken az embereken, tette hozzá. All under the national community to help us to help them.